Az NB3 középcsoport 12. fordulójában a Dunaharaszti a Gyulát látta vendégül. A Gyula a Krünács, Bogdán, Szabó, Kerekes, Zámbori, Sipos, Katona, Erdős, Okos, Stjec. Balog összeállításban kezdte meg a mérkőzést, a Dunaharaszti pedig a Gyatyel, Sejber, Nyéki, Rétsági, Márton, Gacsal, Benke, Rebecsák, Szanku, Dallos, Bozsik 11-jel futott ki a pályára. A mai mérkőzésen a kezdőrugás Éber Spanger, Máté U8-as labdarúgó képzi majd el, aki 2016. októberében a DMTK legjobban edző Bozsik korosztályi játékosa lett, így kiérdemelte edzői elismerését. Hajrá Máté! Szép Máté! Találkozó előtt a Dunaharaszti a 12. helyen állt 13 ponttal, a Gyula pedig a 14-en 11 ponttal, igazi 6 pontos rangadóra volt kilátás. Az első veszélyes helyzetre a 17. percig kellett várni. Ekkor Sipos szerzett labdát jó 40 méterre a kapunktól, amit rá is tűzött. A lövése azonban a felső lécről a mezőnybe pattant. A lecsorgót pedig Balog lőtte kapura, ezt azonban Gyatyán már könnyedén hárította. Nem sokkal később ismét Sipostól indult egy akció, aminek a végén Balog indult el középen, majd újból Siposhoz passzolt, a távoli lövése azonban Jócskán a kapu mellé szállt. Válaszképp Rebecsák szabadrugása után veszélyeztethettünk volna, azonban Bozsik felfejelt labdáját Szanku nem találta el, és végül fel tudtak szabadítani a vendégvédők. A félidő utolsó momentuma kép, Sejber bedobása után Bozsikhoz került a labda, Bozsik pedig szép csele verte át védőjét, majd középre tekert, ahol Szanku érkezett, fejesét azonban Krünács könnyedén lehúzta. Az első félidő végén nem hosszabbított a játékvezető, ahogy a 45 percet elérte, a találkozó le is fújta az első játékrészt. A második játékrészt a Gyula kezdte meg, és ez a félidő már izgalmasabban alakult. Rögtön a játékrész elején, egy gyulai beadás után alakult ki veszély a kapunk előtt, hiszen a lecsorgó labdát vissza tudták passzolni, és ezután egy lövés következett, amit azonban Gyatyel védeni tudott, és így szöglettel folytatódhatott a mérkőzés. Az 50. percben egy szögletet követően szabadítottak fel a gyulaiak, majd végül egy gyors kontrával próbáltak volna megindulni, azonban Benke megelőzte a támadókat és visszapasszolta a labdát, amit Rétsági vágott előre, ez pedig így lett jó Rebecsáknak, Rebecsák betört a 16-oson belülre, amikor az utolsó védője akasztotta őt, így jogosan 11-eshez jutottunk a mérkőzés 51. percében. Rebecsák szépen ültette volna be a hintába a védőt, teljesen jogos volt a büntető, a labda mögé pedig a sértett állt, és nagy erővel jobbal a jól mozduló Krünács mellett lőtt a hálóba, így az 52. percben megszereztük a vezetést. A bekapott gól után megpróbált a Gyula gyorsan egyenlíteni, azonban a támadásaikban nem volt igazán nagy átütő erő. Beívelésekkel próbálkoztak azonban ezeket a lövéseket. Gyatyel könnyedén hárította, mint ahogy itt is láttuk. Stjec próbálkozását fogta kapusunk. Néhány perccel később ismét a gyulaiak jöttek előre. Újból a bal oldalon próbáltak meg támadást vezetni, aminek a végén Balog lőtt nem sokkal a kapunk fölé, ráadásul ebbe a próbálkozásban még Gyatyel bele is ütött, szöglettel folytatódott a mérkőzés. A sarokrúgás után volt egy kisebb kavarodás a kapunk előtt, de végül Gyatyel ismét hárítani tudott, így nem tudott egyenlíteni a Gyula. Aztán egy beadás után egy közeli fejest kellett Gyatyelnak lehúznia,
de ezt is megtette hálóőrünk. Néhány perce később mi végezhettünk el sarokrugást, amiután Mészároshoz került a labda, de megállította őt az egyik védő, a lecsorgó pedig Gacsahoz került, Gacsa a nagy erejű lövését pedig Krunács bravúrral ütötte fölé. 81. percben Benke indult meg a saját tér feléről, szép cselekkel Szabó mellett is elhúzta a labdát, azonban ő fölrúgta őt, így a játékvezető ismét a büntetőpontra mutatott. Az eset jogosságához ezúttal sem lehetett kérdés, hiszen Szabó csúnyán felrúgta Benkét, a játékvezető pedig jogosan mutatott a büntetőpontra. A labda mögé ezúttal Bozsikált, és maga biztosan értékesítette a büntetőt, így 2-0-ra módosult az állás a mérkőzés 82. percében. És megint gól! Gól! Bozsikitól! Helyemeztünk! Gyerünk, gyerekek! Húzzunk bele! A folytatásban már a Gyula is feladta a mérkőzést, hiszen nem tudtak komolyabb lehetőséget kialakítani a kapunk előtt, a játékvezető pedig nem is hosszabbított sokat, ugyan még volt egy-két kószabb támadásuk, de ebből már nagyobb veszély nem alakult ki a kapunk előtt, így a mérkőzés 2-0-ás hazai győzelemmel zárult, amivel feljöttünk a tabella 9. helyére. Legközelebb a Dunaharaszti november 6-án vasárnap játszik majd ismét hazai pályán, akkor pedig a feljutásra esélyes Budafokot látjuk vendégül. Reméljük akkor, tehát november 6-án 13:30-kor is sokan kilátogatnak majd, hogy egy esetleges Dunaharaszti győzelemnek örülhessenek.